Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon megtisztelő, és nagy öröm nekem, hogy itt lehet. Egy picit zavarban vagyok, én nem vettem részt soha ilyenen. És hát még nem tudom, hogy hol fog ez a dolog elsülni. Reméljük, hogy jól. Amit elárulok előjáróban, hogy nem volt könnyű megállapodni a tételmondatban, mert először heteken, talán hónapokon át leveleztünk, hogy mi legyen a tételmondat. De aztán végig sikerült, magam is meglepődtem a végére, hogy összejött. Most nincs más hátrány, hogy megnyitatni ezt a tételmondatot. Amit azt hiszem, hogy én javasoltam nagyjából, úgyhogy ha akartam, és a tehetnék más, mint hogy emellett érvelek, de persze nem is akarok ez ellen érvelni, én emellett szeretnék érvelni. Tiszteletben tartva azokat a játék szabályokat és azokat az elveket, amelyek a fektől egyetesül elmondott, mivel nem az a cél, hogy valamilyen pártpolitikai opció mellett érveljünk, de azt gondolom, hogy azért azt ki fog derülni a vita közben, hogy kinek mi a világlátása, a értékrendszere, mert enélkül nem lehet, és egyszerűen nem is érdemes mutatkozni. Tehát úgy szól a tétel mondat, hogy Magyarországon javárvált a liberális piacgazdaság rendszerváltás utáni bevezetés és az európai uniós integráció. Én emellett gazdasági és morális megfontolásokat fogok felhozni, amelyek szerintem fontosabbak, mint maguk a számok is, szerintem a számokkal is igazolható ez az állítás, de azt gondolom, hogy vannak a számoknál fontosabb tényezők egy ilyen kérdésnek a megvitatásában, az, hogy valami hasznára válik, vagy sem, ez nem elég értelméretű egyszerűen, csak numerikus módon, legalábbis az a társadalmi kérdésekről beszélünk, amelyek jelentően komplexebbek. Annál, mint hogy egyszerű számokkal meg lehet őket mérni, no, természetesen a számok, azok nagyon fontos, hogy a közgazdaságtan van, aztán kivált kép. Ugye akkor, amikor Magyarországnak az Európai Uniós integrációjáról, európai integrációjáról, nyugatiságáról, nyugathoz való csatlakozásáról gondolkodunk, akkor azt mondom, az első metafor, ami eszembe jut ilyenkor, az a kompország metafor, ami Adrianétől származik, hogy 1905-ös cikkéből az ismeretlen Kornikovics Margulyára című cikkben mondja azt, hogy kompország, legképesebb álmaiban is csak mászkál képpart között a kerettől nyugatig, de szívesebben vissza. Ugye ez egy olyan időszak, egy olyan pillanat a magyar történelemben, hogy bizonyosan nem hasonló a mostani helyzethez. Egy elbizonytalanodásnak az időszaka ez, amikor Magyarország valamiféle identitáskeresésben Bécs ellen fordul, Európa ellen fordul, vagy legalábbis azok a tényezők, akik a hatalom közelébe kerülnek, azok a korábbi időszakkal ellentétben valamiféle nyugatellenes, bécsellenes opciót próbálnak megformálni politikailag. És arra így adni, hogy ez miért lehetetlen, vagy nem is lehetetlen, miért nem válik hasznára ennek az országnak. Ugye Adi sajátos helyzetben van, nála nagyon magyar, hogyha úgy tetszik, így visszapillanat valamit tudnánk mondani, de mégis megteheti azt, hogy ezzel az opció ellen érvel, máig ható érvényel. Bizonyos értelemben irigyel is reméltő a helyzete, bár akkor ő valószínűleg ezt nem gondolta, vagy nem így érte meg. Ma azt gondolom, hogy nehéz, egyfelől könnyű, másfelől nehéz amellett érvelni, hogy nem olyan jó eset visszafordítani a kompot a nyugattól a keleti irányba. Azt, hogy miért nehéz, hogy miért nem jó ötletet vissza fogok térni ennek a rövid foglászkodásnak a végén, most azzal kezdeném el mondandóm részleteit röviden kifejteni, hogy megpróbálom azt elmondani, hogy szerintem mi a piacgazdaság, mi a kapitalizmus, mi a piacgazdaság. A piacgazdaság egy olyan rendszer, amelyik nyílt hozzáférést biztosít az emberi erőforrásokhoz. Ha az ember megnézi az intézményi közgazdasági irodalmat, akkor azt találja Douglas Morton-nál például, aki ennek az iskolának a talán legbefolyásosabb és legismertebb Nobel-díjas alapja, hogy a piacgazdaság egy olyan gazdasági rendszer, amelyikben nem járadékokat vadásznak, legalábbis így átlagosan a szereplők, hanem profitot érnek el a piacon, versenyben szerzik meg a hasznaikat. És mindenkinek lehetőségem a részt venni a versenyben. A liberális piacgazdaság egy olyan piacgazdaság, amelyben ezt a hozzáférést, ezt garantálják szabályok. És a szabályok az állam
biztosítja. A liberális piacgazdaság az nem egy olyan piacgazdaság, mert nincsen állam, amiben nincs szabályozás, ez egy szabályozott piacgazdaság. A liberális piacgazdaság történelmileg és maguk ez a fejlődésgazdaságilag korrelál együtt jár a politikai demokráciával. Miért van ez így? Azért van ez így, mert a politikai demokrácia pedig egy olyan politikai rendszer, amelyben a politikai erőforrásokhoz, a hatalomhoz való hozzáférés nyílt. Ugyanúgy a piacon a gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférés nyílt, és mindenki számára adott, mint lehetőség, hogy a politikai demokráciában a hatalomhoz, a politikai hatalomhoz való hozzáférés nyílt, és egymással versenyre vettük el a szereplők azt, hogy kiszerzének, kikapja a szavazatot. És történelmileg a kettő azért jár együtt, mert az egyik nélkül nagyon nehéz tartósan fenntartani a másikat. Hogyha az egyik szférában járadékosok vesznek át a főszerepet, akkor a másik szférában is járadékosok fogják előbb-utóbb átvenni a főszerepet. Hogyha a hatalom az valamiféle privilegizált csoportoknak a kezébe kerül, akik nem engednek másokat hozzá, akkor előbb-utóbb létrehozzák a saját gazdasági klientúráikat, amelyek majd nem engednek másokat hozzáférni a piaci erőforrásokhoz vagy gazdasági erőforrásokhoz. Ezért a kapitalizmus és a demokrácia a szabadsággal jár elő történelmileg, a versennyel, amelyik az emberiség történetében páratlan, példa nélküli jólétet eredményezett az elmúlt 2-300 évben. Azt a rendszert, azt a politikai és gazdasági és kulturális és társadalmi rendszert, amelyik Európában szervezi ezt az egész intézmény együttest, azt röviden és egyszerűen európai szinten nevezhetjük. Azokat a normákat, azokat a jogszabályokat, azokat a piaci szabályozásokat, amelyek keretében az a versenyű, dinamikus és nyílt hozzáféréseket biztosító rendszer működik, azt nevezik Európai Uniónak manapság. Történelmileg és kulturálisan ezt hívjuk nagyjából Európában. Azért akart Adriánra 1905-ben Európához csatlakozni, mert valószínűleg van olyan volt az ő felében is, hogy a fejlődés és a szabadság az Európával asszociálódik. Ma, 21. század elején ezt az Európai Unió testesíti meg. Amikor Magyarország rendszert váltott 1989-ben, akkor annyira volt kétséges az, hogy Magyarország ebben az irányban terül. Azt gondolom, hogy szinte teljes, hanem teljes konszenzust élvezett ez az álláspont, a mérvadó politikai szereplők között mindenképpen. Ma azt gondolom, hogy sokkal nehezebb azt feltételezni, hogy ebben a tekintetben konszenzus van. Vannak olyan szereplők, amelyek nyíltan kimondják, hogy ezt nem így látják helyesnek, és vannak, amelyek nem mondják ki nyíltan, de azért sok tekintetben a magatartások arról utalak, hogy nem olyan nagyon feltételezettek sem az Európai Unió és a liberális piacgazdaság mellett. Amikor emellett érdemek, akkor sok hivatkozási alapjuk van kétségtelen az elmúlt 20-25 év történetéből. Nem szeretnék amellett érdemelni, az elmúlt 20-25 év története kizárólag sikertörténet volna Magyarországon. Mert ez nyilván ostobaság, ez nyilván nincsen. Amellett szeretnék érdemelni, hogy azok a mozzanattal jönnek a 20-25 évnek, amelyeket a legkevésbé sem tartunk sikeresnek, azok nem azért következtek be, mert itt liberális piacgazdaság volt és Európai Uniós csatlakozás. Nem a piacgazdaság, nem az Európai Unió és nem a szabadság az oka annak, hogy Magyarország ma, az elmúlt években, mondjuk úgy durván a 2000-es évek második felétől látványosan különféle válságokkal, társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális válságjelenségekkel küzd. És ezekre a válságjelenségekre nagyon könnyű azt mondani, még egy percet mondom, köszönöm. Nagyon könnyű azt ajánlani, hogy vegyünk vissza a szabadságból, a piacgazdaságból, vagy az Európai Uniónak elkötelezettségből, de nagyon kétséges az, hogy ez megoldaná bármilyen válságot. Hogy kevesebb szabadságból többre mennénk, hogy kevesebb piacgazdasággal többre mennénk, hogy kevesebb nyugatossággal és kevesebb Európával többre mennénk, ez semmilyen igazolja, sem közgazdaságilag, sem szociológiailag, sem politikatudományilag, nincsenek olyan fejlődési alternatívák előttünk, amelyek arról szólnának, hogy több sikert és több hasznosságot élhetnénk el ezen a módon. Persze hosszan tudnék erről beszélni, most befejezem, mert igyekszem figyelmezetten
viselkedni, és átadni a szót az elemből.